Ez a Debrecen Televízió gazdasági műsora, a Siker. Köszöntöm Önöket! Hajdúszoboszlón tartották a 24. Városi Polgármesterek rendezvúját. A rendezvény középpontjában idén a gyógyturizmus áll. A találkozón adták át az Év Polgármestere 2018 címet, amelyet idén Komárom első embere vehetett át. Az ország minden részéről érkeztek városvezetők a polgármesterek 24. rendezvújára, Hajdúszoboszlóra. A találkozón Dukai Miklós, a belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára azt mondta, csaknem 2,5 évtizede ez az a rendezvény, ahol a települések képviselői nem csak találkozhatnak, de szakmai kérdésekben eszmét is cserélhetnek. Egy település vezetőnek ma már egy jó menedzser szemlélettel kell szemlélni a települést. Úgy is mondhatnánk, hogy ők motorjai a településeknek, mind a fejlesztések, mind a napi működés során. És ez egy, mind a polgármesteri, alpolgármesteri jegyzői munka, az egy 0-24 órás feladatvégzést jelent, az év, vagy az a hét minden napján és az év minden napján ugyanúgy. A Városi Polgármesterek rendezvúján vehette át az év jegyzője kitüntetést a karcagi Rózsa Sándor, míg az év alpolgármestere a Budapest 13. kerületében dolgozó Holopnés Ramek Kornélia lett. Az év polgármestere 2018 címet idén Komárom első embere Molnár Attila kapta. Ez a díj, ez valahol Komáromé is, tehát én azt mondom, hogy az év városa az Komárom lett ennek a díjnak is köszönhetően, hiszen minden ilyen díj mögött, minden ilyen szolgálat vagy munka mögött én azt gondolom, hogy egy csapat áll, egy csapatmunka van, egy közösségnek az összefogása, és a komáromiak erről mindig példát mutattak. A hajdúszoboszlói találkozón a városvezetők az egészségturizmus fejlesztési lehetőségeit vitatták meg. A szakemberek szerint például egy fürdőfejlesztés csak akkor lehet sikeres, ha ahhoz komplett turisztikai csomagot is tudnak társítani egy-egy településen, vagyis fontos a szálláshelyek és a kulturális lehetőségek fejlesztése is. Önmagában csak, hogy van egy modern, szép kis fürdőnk, az a nagyon fontos közegészségügyi életminőség szempontjából, hiszen a helyi lakosságnak vagy a környékbeli lakosságnak ez egy jó kínálat, sok mindenben szolgálja az emberek életminőségének a javulását. De ha turisztikáról beszélünk, akkor bizony ettől sokkal többre van szükség. Az egészségturizmus fejlesztésben kiemelten fontos szakmai feladat, hogy egy-egy település ilyen típusú kínálata el is jusson a potenciális bel- vagy külföldi látogatókhoz. Ez volt a Siker, köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!